Megtalálta a kormány annak a módját, hogy továbbra is kiadja a rezidens orvosoknak járó ösztöndíjat, mindaddig, amíg nem kapják meg a július 1-én érvénybe lépett új bértörvény szerinti fizetésemelést. Ezt Mihály Tudószék kormányfő jelentette be. Tájékoztatása szerint a kabinet módosította a rezidenciátus megszervezésére vonatkozó 18/2009-es kormányrendeletet. A miniszterelnök elmondta, beismeri, hogy hiba csúszott be, amikor nem vették figyelembe, hogy több mint fél éven át, amíg a fizetésemelést megkapják, a rezidensek ösztöndíj nélkül is maradnának. Sokkal nagyobb hiba lenne azonban, ha nem korrigálták volna a tévedést, tette hozzá, és ismét hangsúlyozta, 2018 márciusától 5700 lejes havi fizetést kapnak a rezidens orvosok.